A vizsgálat lezárultáig nem kíván állást foglalni a megye vezetése Fehér Petra ügyében. A politikus őrizetbe vétele kapcsán Révi Attila jobbikos képviselő intézett kérdést a megyei közgyűlés elnökéhez. Hubay Imre ugyanakkor megerősítette, hogy a megyeházán is járt a nyomozóhatóság, ahol adathordozókat vizsgáltak, mint hangsúlyozta, kutatást és nem házkutatást tartottak a Kossuth téri székházban. A közgyűlés első napirendi pontja a megye agráriumának helyzetét elemezte. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a stratégiai ágazatok közt a jövőt illetően a méhészet szerepét emelte elsőként ki. Egyrészt mert a beforzást elősegíti, másrészt a terméke a méz, meg az egyéb termékei, azok gyógyhatású készítmények, és mindenképpen az a célunk, hogy a méhészet fejlődésével, a feltételeknek a biztosításával, európai, illetve világszínvonalú méhészetnek a feltételeit tudjuk biztosítani. A megye agráriumának záloga az öntözési stratégia kidolgozása, folytatta a kamara megyei elnöke, aki kiemelte a vízmegtartás és a hatékonyság emelésének szerepét. A közgyűlés elé került tájékoztató az uniós forrásokra is kitért, tekintve, hogy küszöbön áll az új 7 éves finanszírozási ciklus. Per pillanat az látszik, hogy egy éves csúszás lesz a költségvetés elfogadásában, azaz 2020 évben elviekben záródik a 2014-20-as ciklus, de várhatóan az agrártámogatások területén egy egyéves átmeneti időszakkal kell számolni, ami mind a gazdálkodóknak, mind a intézményrendszerben résztvevő szereplőknek a feladatait alapvetően fogja meghatározni. Ez azt jelenti, hogy 2021-ben az eddigi szabályok szerint mennek a támogatások. Most az átmeneti jogszabályok megalkotására várnak az érintettek. A megyei területrendezési terv is napirendre került a testület ülésén. Mint elhangzott, a hosszú távú 20-25 évre szóló stratégia 4 alappillére a nagysebességű vasúti nyomtáv biztosítása, a gyorsforgalmi utak nyomtáv biztosítása, az erdősültség növelése, valamint vizeink védelme.